100 film szerepel a versenyprogramban az idei Bújtor István Filmfesztiválon, melyet augusztus 17 és 21 között tartanak meg Balatonszemesen. A tavalyi évben bemutatott, neves színészeket is felvonultató Toldi című játékfilm a filmfesztivál döntőjébe jutott. A döntőbe jutott alkotások között szerepel Oscar-díjas rendező kisfilmje is, de emellett több kiemelkedő névvel is versenyzik majd az Elbeszélő költemény megfilmesített verziója. A versfilmek között magyar költők műveit feldolgozó alkotások szerepelnek, ebben a kategóriában szerepel a Toldi is. 17-én lesz a megnyitó, reményeink szerint 18-án levetítik a filmet, és 20-án lesz az ünnepélyes eredményhirdetés. Ezt úgy kell elképzelni tényleg, mint a nagy filmfesztiválokon, hogy csak ott derül ki valójában, hogy ki a nyertes. Minden esetre bizakodás ad okot, hogy azért az országos sajtót körbejárta az a hír, hogy 100 darab filmet fognak majd zsűrizni. Nem ennyi, ennél jóval több került a szakmai zsűri elé, de 100 olyan film van, amit kategória alapján zsűrizni fognak. A Gyulai Önkormányzat alkotócsoportjának elsődleges célja az volt, hogy egy oktatási segédanyagot hozzanak létre diákok számára. A terepmunka, melyet hosszas háttérmunka előzött meg, tavaly tavasszal már el is kezdődhetett. A szereplőválogatáson pedig sok helyi fiatal is lehetőséget kapott. A filmkészítés természetesen sokakat új feladatok elé állított, a nehezebb pillanatokban pedig elismert magyar színészek segítették a stábot. Én nagyon bízok benne, hogy elnyire majd a nézőknek és a zsűrinek is a tetszését. Vannak már pozitív hírek, tekintettel arra, hogy azért lehetett olvasni, és a közösségi oldalamon is megjelent néhány sajtóorgánum, ahol nevesítik is a Toldi filmet, mint értékes alkotás és érdekes megközelítés Arany János Elbeszélő költeményének a ilyen történő feldolgozása. Bízunk benne. Én azt gondolom, hogy már az, hogy bekerültünk úgymond a döntőbe, elértük a célunkat. A krimik, rejtélyek és sok más egyéb kategória mellett idén a karantén témájával foglalkozó munkákat is várta a 11. Bújtor István Filmfesztivál zsűrije.